Nos, hát sziasztok srácok, én Desert vagyok, és ebben a videóban most szeretnénk nektek kicsit magyarázkodni. Elsősorban az, hogy előbb már vagy 12 perce beszéltem, mire rájöttem arra, hogy ez a kis esze Tóbias nem vesz egy fikarcnit se fel. Szóval most megint megpróbálkozunk, és most már legalább látom is azt, hogy ez egy felvétel leállítása, és nem mindenféle más szart. Helyzet következő. Hát, nem csinálok nektek videókat. Amint csinálnék, csak nem csinálok összetében valamit, mert lusta szar vagyok igazából, meg hát úgy... Nem tudom. Alapvetően srácok, mert hogy... amikor furcsa mondani, amikor valaki, egy streamer vagy egy videós azt mondja, hogy ő itt abba hagyja, akkor jön a rengeteg pozitív is, persze, hogy ne hagyd abba meg mindent. Csak az abban főképp olyan emberektől, akiket a jó büdös életben nem láttál egy streamen. Viszont minden esetre, amit tudnotok kell, hogy én nem hagyom abba. Szóval nem gyártok minden nap, minden héten, minden második héten videókat. Ez annak köszönhető egyszerűen, mert meg kellett változnom egy kicsit, változtatni kellett magamon, változtatnom kellett a hozzáállásomon. Mert ahogy éppen voltam, az úgy nem volt jó. Az a baj, hogy amikor... az a baj, hogy nagyon mondhatni inkább depis voltam. Szóval ilyen... Hát tényleg ez a szarul éreztem magamat. Meg úgy éreztem, hogy minden, hogy az egész világ ellenem van. De amúgy nem voltam az, egyszerűen csak fasz voltam igazából még mindig. És rájöttem arra, hogy egyszerűen nem így van, mert a valóság ennél sokkal másabb. Meg fájdalmasabb is ugyan, de a valóság az más. És a következő a helyzet. Ugye nekem van egy szép barátnőm, és hát sajnos voltak olyan konfliktusok, maradjunk annyiban, amiket az én részemről lettek elkövetve, ezáltal gondoltam úgy, hogy nekem itt változtatni kell, mert hogy ez így nem állapot, értitek? Szóval, na mindegy, ebben nem is megyek bele, mert ez már megint egy magánéleti téma, amihez nektek úgy annyira nincs közöttök. Szóval, a helyzet az az, hogy meg kellett változnom, és ezzel meg mindig azon vagyok, hogy változtassak magamon, változtassak a hozzáállásomon, mert eddig úgy voltam, hogy inkább még a negatív oldalát is belenézzük, hogy na, akkor, hogyha valami jó van, akkor mi lehet ebbe a rossz? És rájöttem arra, hogy hát lehet, nem így kéne hozzáállni, hanem úgy kéne hozzáállni, hogy na, ez a jó, és akkor jó is marad, értitek? Szóval lehet, hogy utána belül tagjába az, de hát legalább jó marad. Vagy hát addig legalább jó volt, és nem gondolkodtál olyan, hogy mi lesz, hogyha nem. Minden esetre, vannak dolgok, amiken változtatni kellett, ugye kezdetben ez a hozzáállás. A másik az, ugye, hogy hát én, mint Twitch-en most már igazából streamer voltam, mondhatni így igazából. Meg úgy már egy ideje amúgy tényleg is csak streameket csinálok. De ezáltal mondjuk ezt az bírom, amikor valaki mondja azt, hogy YouTuber vagy, és mondom nem, én egy olyan ember vagyok, aki YouTube-re tölt fel videókat. Mármint azért is gondolom azt, hogy én az vagyok, mert ugye nem töltök fel olyan gyakran. Kettő régen is az volt, hogy ezért nem nagyon voltam mondhatni videós, mármint én csak egy content creator voltam igazából, szóval csak egy tartalomgyártó a sok közül, szóval aki meg megismert, az meg jól járt szerintem. Mármint alapvetően nincsen annyira gyökér kisugárzásom semmi szerintem. Persze, kinek mi? Kinek a pap, kinek a paplan, srácok, ugye? Lehet erre mondani. Mindenesetre van rengeteg dolog, ami változtatni kellett, és meg is történt, még mindig történik, és ugye most is ez miatt készítem ezt a videót, mert hogy hát egy azért, mert nincsen itthon jó édesanyám, bár nem úgy láthattátok, így most elköltöztem, és most így hát ja, ez így kurva nagy helyen van, tényleg. Nagyon szeretem ezt a helyet. Amúgy a helyet, ahol lakunk, azt piszok most szeretem, mert figyeljetek, tengerpart mellett lakunk, végül is
Most mondtam volna pár dolgot, csak az a baj, én átgondoltam, és utána mégsem mondom. Nagyon szép az erdő, nagyon hangulatos itt minden. Annyira nem színes, annyira nem színes az egész környék, mint ahonnan eljöttem. Szóval itt nem minden második ember migráns. Ne értsétek félre, csak azért mégiscsak, na, az ember, hogyha már fehér, akkor fehér emberekkel találkozzon, nem? Mindenesetre, itt sok a lengyel, a szomszédunk is az, meg talán a felettünk lévő egyik is az, szóval majd jövőre már viszek nekik Zsubrovkát. Viszont a következő a helyzet, hogy szeretnétek vlogokat, gyerekek. Szeretnétek vlogokat, mert akkor csinálnék nektek. Persze nem itt a szobámban, mert ez így ilyen nagyon, nagyon gigi ez a szoba, szóval én inkább kimegyek az erdőbe és ott csinálok nektek vlogokat. De itthon nem. Szóval itthon felejtős ez az egész, mert ez most jelenleg ahogy én itt be vagyok állítva. Na figyeljetek. Kamera, monitor, TV, ágy, asztal, ablak. Good. Meg persze ott másik oldalt ott meg van ugye kanapé, meg minden szar, de igazából itt ennyi, szóval amit én napközben mindig használok, az ez a rész. Szóval ezért az ágy, gép, meg minden, és itt az ablak. Szóval itt ez egy kibebaszott kicsi hely, szóval én itt nem akarok nektek videókat csinálni. Maximum annyi, hogy így ide leülök, nézd, ott leültem, és akkor itt majd így veszem felfele ezért videóval, hogy sziasztok srácok! Ja, na mindegy, faszom bele. Nem vagyok jó vlogos. Mindenesetre az arcom se olyan, hogy nagyon kamerába illő legyen. Mit akartam mondani nektek? Hogy nem is nagyon olyan, hogy kamerába illő az arcom, meg... De ugye ti már azt szeretnétek, hogy vlogoljak, akkor vlogolni fogok. Hogyha valaki azt akarja, hogy gameplayek legyenek, akkor gameplayeket csinálok. Ennyi, srácok, hát most ezen nem fogok nagyon baszakodni, mert rájöttem arra, hogy kell valamit csinálni magammal, kell egy elfoglaltság. Most ugye lesz az, hogy nem leszek annyira elfoglalt, mivel most hát nem leszek annyira így gép közelbe, ugyanis én megyek az a júni 28-tól júli 6-ig. Igen, akkor megyek haza. Ott majd lehet, hogy vlogolok egy kicsit. Mindig 3-4 anyagra félreteszek vlogot, vagy 2-3-ra igazából, mert annyi időt viszont nem leszek otthon. Majd annyit fogok próbálni, amennyit az iPhone-nak a tárhelye bír. Ez is ilyen, tök jó bazd meg, igazi vlogger vagyok, ezért iPhone-nal kézbe, nem? És így hello, sziasztok! Kicsit se néznek amúgy hülyének, mondjuk lehet, hogy kevésbé néznek hülyének, mint hogyha egy 300 000-es DSLR kamerát ezért tartanék a kezembe, de hát... Mindenesetre, hogy majd csinálok vlogokat, otthon is, viszont otthon nem erre akarok figyelni, igazából, mert otthon teljesen más dolgokra is akarok. Egy az, hogy azért megyek haza egy pár napra, hogy családdal töltsem az időmet. Utána leszek barátnőmnél, és közben majd még azelőtt, mielőtt kimegyek hozzá a viharsarokba, azelőtt még majd találkozok Carlosszal, Bencével, meg egy üveg Chivas regállal, szóval, ja, igazából ennyi, hogy... Hogy azért itt is lesznek amúgy dolgok, szóval csak nem ezzel akarok nagyon foglalkozni, mert hogy most értetek, hazamegyek egy pár napot, a nagymamám, meg úgy nagypapám, mégiscsak értetek, azért velük szívesebben vagyok, meg hát úgy azért értetek évente, hogyha négyszer, hogyha mostantól találkozunk, ugye mert most így nagy nehezen valahogy végül azt el tudtam intézni, hogy ez az évente ilyen körülbelül 3-4-szer hazajárkálás ez így meglegyen. Mert ugye eddig egyszer jártunk haza, én már idén úgy voltam vele, hogy ha nincs sára, akkor most sem megyek haza. Már de tényleg úgy egyáltalán nem mentem volna haza. És szerintem az elkövetkező jó pár évben se mentem volna haza.
Meg amúgy az egész nyár nem is így alakult volna, hogy ha nem költözünk, akkor nekem meló lett volna, és akkor dolgoznom kellett volna, viszont most így is úgy tűnik, hogy elég jól kijövök pénzügyileg, hát már amennyire, de legalább arra bőven elég, hogyha hazamegyek, akkor ott egy elég habzsidős életet tudjak élni. Persze sohasem éltem olyat, de mindegy. A következő helyzet. Ha szeretnétek tényleg vlogokat, vagy bármi ilyesmi, akkor szerintem írjátok meg kommentbe. Ha meg nem, akkor meg nem. Srácok. Nem nagyon tudok mit mondani, az a baj, hogy nem is az, hogy zavarba vagyok a kamera előtt, hanem egyszerűen nem tudok mit mondani, mert tényleg ez az olyan, hogy mit mondhatnál, nem? Most nem fogok senkit kényszeríteni arra, hogy írja meg kommentbe, azt akarod, hogy csináljam, akkor írd meg. Igen, ott a komment, nevedet is vállalt, nem érdekel, amúgy sem nagyon kiírja fel, nem írhat ki ott a PewDiePie is, attól függetlenül ugyanúgy emberként fogom venni, ahogy téged is, érted, szóval. Na mindegy, srácok, igazából ennyi. Következő meg az, hogy lehet, hogy majd most az elkövetkezendő pár napban még csinálok nektek egy-két streamet, mert most GT online azunk Jerékkel, jó kis játék az is. Csak egy kicsit ilyen szopás van az a helyzet, mert hát ugye mégiscsak YouTube-ra live-olok, és akkor ugye minden második ember megkérdezi, hogy Geri lány, amikor pedig tudjuk, hogy Geri fiú. De hogyha nem is tudjuk 100%-osan, akkor megyek le hozzá, majd aztán majd kiderítjük. Ha, nem úgy. Elég, hogyha ránézek Gerire, akkor már kiderül. Na mindegy, szóval ennyi srácok, ennyit akartam nektek most mondani. Remélem tetszett ez a videó, ha igen, akkor kérlek szépen támogassatok egy lájkkal. Rájöttem igazából donate-nek meg is, mint a kurvára nincs értelme, biztos, hogy miért raktam be annó. Az a helyzet, amikor már nagyon elhitted, hogy valaki néz téged, akkor rájöttek kurvára nem. De ez itt teljesen jó feeling, nem? Hogy mikor azt hiszed, hogy néz téged valaki rá, ez baszottul nem. Na mindegy. Ilyen ez, amúgy, úgy nem is nagyon zavar, mert alapvetően már nem is úgy foglalkozok a YouTube-ban, mint régen, hogy feltöltök egy videót, és akkor minden második percben ránézek, hogy mennyi menőt a megtekintés. Tíz ember megnézte már. Szóval értitek. Ezt most jó suttogosan elmondtam amúgy. De minden srácok, további szép napot kívánok nektek, én Desert voltam, ezt a videót még valamikor mai nap folyamán ez a 12-én lerenderelem, aztán, ja, majd, mondja, nyomjatok rá a lájkot, please. Na jó, mindegy, na, további szép napot, sziasztok!